Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, én Barabás Mónika, pszichológus vagyok. Ebben a videóban azokhoz fogok szólni, akik valamilyen szerhasználatot éppen abba hagytak, és ezzel szeretnék nekik segíteni, hogyha felbukkan a sóvárgás, akkor mik azok a gyakorlati ötletek, amiket el tudnak magukkal vinni. Tehát, hogyha jelenleg abba hagyta a dohányzást, az alkoholt, vagy a gyógyszert, akkor hallgassa meg ezt a videót, és vigye el magával azokat a gyakorlati tanácsokat, amiket most átadok, és vegye elő akkor, amikor a sóvárgás keletkezik. Mondok néhány tippet. Az első. Gondoljon arra, hogy csak a mai nap nem iszik, nem dohányzik, nem szed gyógyszert. Nem kell egy életre szóló fogadalmat tenni, csak a mai nap egységében gondolkodjon. Ha ez egy nagyon nagy, beláthatatlan időegység, ez a 24 óra, ossza fel kisebb egységekre. Mondja azt, hogy reggel 9-ig nem gyújtok rá. Reggel 9 óra hozza meg a következő szerződés magával, délelőtt 11-ig nem gyűjtök rá. Jó, akkor most 11 óra, délután 2-ig. Jó, akkor most délután 5-ig. Tehát bontsa le kisebb egységekre. Tehát az első az, hogy csak a mai napra szerződjön magával. Mondja is ki, hogy csak a mai nap nem dohányzom, csak a mai nap nem iszom. Jó? És ezeket bontsa le kisebb egységekre. Másik. Mondja el magában azt a mantrát, hogy elmúlik. Biztos megtapasztalta már azt, hogy nem ragadunk bele egyetlen pozitív érzésünkben sem, és nem ragadunk bele egyetlen negatív érzésünkben sem. Tehát nincs olyan, hogy én örök életen át a sóvárgás szenvedése alatt fogok élni. Elmúlik a sóvárgás. Akkor is, ha ön rágyújt, vagy éppen iszik, és akkor is, hogyha ön nem iszik, vagy nem gyújt rá, vagy nem szedi be a gyógyszert. Tehát csak a mai nap, mondja el magában, mantrázza azt, hogy elmúlik. Nagyon fontos, hogy tudatosítsa magában, hogy ez a szenvedés, az az intenzív sóvárgás, az elmúlik. Jó, most jöjjenek konkrétabb gyakorlati tanácsok, de ezek nagyon fontos mentális megerősítések. Tehát csak a mai napra szerződünk, és hogy elmúlik az, amiben benne vagyunk. Gyakorlati tanács. Mindig hordjon magánál egy fél flakon vizet. Amikor keletkezik a sóvárgás, igyon. Mármint, hogy vizet. Jó? Tehát legyen kéznél, és igyon, igyon, igyon. Harmadik. Negyedik. Legyen valami a keze között. Fogjon meg valamit a kezével, babráljon, tollal, firkáljon. Tehát legyen lefoglalva a keze, ha éppen a dohányzással küzd. Ezt alkoholbetegeknek is szoktam tanácsolni, hogy legyen lefoglalva a keze. És szintén alkoholbetegeknél is, és dohányzással kapcsolatban szoktam tanácsolni, hogy a szájuk is legyen lefoglalva, rágozzanak, jó? Tehát vegyenek rágót, rágozzanak, igyanak folyadékot. Ha jön a sóvárgás, ugye már mondtam a mai napot, az elmúlik, hogy legyen folyadék kéznél, és igyanak, babráljanak a kezükkel valamit, vegyenek a szájukba valamit. Az is egy nagyon jó megküzdés, hogy ilyenkor felhívunk valakit, és elmondjuk, hogy hú, én most itt törlődöm, és legszívesebben innék egy kortyot, vagy rágyújtanék, vagy bevennék egy gyógyszert. Hívjanak fel egy barátjukat, egy sorstársukat, aki meghallgatja, és aki segít átlendülni a sóvárgáson, hogy ne gyújtson rá, ne igyja meg az első kortyot, jó? Tehát hívja fel egy társát, egy barátját, aki támogató abban, hogy a szerhasználatot letegye. Az is nagyon fontos, hogy mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy tulajdonképpen mi is az, amiért én szeretnék
leszokni. Mi is az, amiért én most abba hagytam ezt az életmódot, jó? Tehát emlékeztesse magát arra, hogy eljutott eddig, elérte azt a szenvedésnyomást, hogy változtat az életén, és emlékeztesse magát arra, hogy most egy új fejezet jön, és hogy azért szeretné abba hagyni, mert, nem tudom, szeretné visszanyerni a szabadságát a fölött, hogy önirányít, és nem a szer irányítja az életét. Jó? Tehát ezt a 7 gyakorlati, nem is tipp, hanem ez tanács, vigyék magukkal, és használják. Nagyon fontos, hogy ezek beépülve, használva eszközként, úgy szoktam mondani, hogy ott legyen a zsebben, hogyha jön a gondolat, jön a hangja, akkor elő tudják venni. Jó? Vigyék magukkal ezeket a sóvárgással küzdő tippeket, tanácsokat. Jó? Elmúlik. Ezzel a végszóval kívánok Önöknek szép napot. Viszontlátásra!